csapodás labdákkal üzent a sapkásnak, ő is csatlakozzon, hogy sok kis gyereknek örömet okozzon. Elküldi a levelet az ember a sapkásnak, gondolja, ráveszi a jó folytatásra. Gondolja az ember, hogy társul majd a sapkás, és majd sok óvoda kaphat ezért labdát. Nem érdekel engem, hogy kisgyerekeket ez boldoggá tenne. Jó sok kis óvodás labdát kapna ezért, de mit nyerek én abból, ha nem én vagyok a vezér? Leírtak itt mindent, mit és hogy kell tennem? Átformáljuk kicsit, és már is király lettem. Vár ez rendbe kerül, aztán tudja meg a világ, milyen klassz srác vagyok, és én leszek a király. Rakjuk fel a képet, nehogy ki tudódjon, hogy nyúltam az ötletet. Inkább mutogassunk befizetett csekkeket, így minden ember tároljon engem. Mindegy, hova fizet, mennyit és hogy miért. Lényeg az, hogy engem értesen mindenki ezért. Azt mondom, emberek, nézzetek engem, mit vagyok a képen, egy csekkel integetek. De hát ez egy mese, és nem érhet így véget. Nem győzhet a sapkás, ébresztük a népet. Akinek szívügye most jót cselekedni, ne adjon a sapkást felülkerekedni. Jöjjön minden nobi, ki mellettünk kiár. Nálunk gyerő az is, ki csak egy mosoly kínál. Százszor többet ér itt egy óvoda mosolya, mint egy sapkás csekke, mint büszkén mutogat.